és hát itt a vége a küzdelemnek. Köszönjük szépen a tapsot. Ugye, ahogy látják, végtelő megkoreografált bemutatót láthatnak, minden közben derül ki és alakul, hiszen a küzdelem az mindig ilyen. Tehát a harc az nem koreográfia alapján zajlik. És egy halál. Azért ezen a láncsával bátrabban szúrod az ember. És akkor egy kis összees, amikor az ember ellen többen támadnak. És szép, megvédte magát a harcosunk. Nagyon-nagyon gyors bemutatót kell most csinálnunk, azért is borul egyébként minden, mert az idő miatt megcsúsztunk, ez a bemutató egyébként egy órás szokott lenni. Most 25 percbe sűrítünk, amit csak lehet. Itt, amit láttak, a két harcos egymásnak háttal állt, és egymás hátát védik, ez az ősi harcmodorunknak a legfontosabb része, egymás védelme. Tehát ilyenkor, amikor egymásnak háttal állnak, akkor nem önmagukat védik, illetve önmagukat azért védik, mert tudják, hogy ha ők kiesnek, akkor a másik háta szabaddá válik. Tehát nem csak önmagát viszi a halálba, hanem a háta mögött álló társát is, ezért nagyon-nagyon figyelve, koncentrálva védik magukat és a háttársukat. Ez a háttárság egy nagyon érdekes dolog. Ma, hogyha valaki Törökországban jár, és egy töröknek azt mondja, hogy árkadás, ami azt jelenti törökül, hogy háttárs, akkor a törökök erre még emlékeznek, és széles mosolyjal hívja meg azonnal egy italra vagy egy ételre, mert ők még emlékeznek erre, sajnos nálunk ez lassan feledésbe megy. Közben a pásta már az íjászat készülődik, egy harcos éppen azt mutatja be, hogy mindenféle testhelyzetből mindkét kézzel, hiszen ez nagyon fontos, ahogy mondtam az elején is, hogy mindkét kézzel tudjuk bármelyik eszközt használni. Ennek megvan a nehézségi foka, aki már fogott íjat a kezébe, vagy még nem, de szeretnék kipróbálni, az majd megteheti itt nálunk is. Tehát nem egyszerű mindkét kézzel íjászkodni, és mindkét kézzel leküzdeni az akadályt bármi módon, teljesen mindegy, hogy a magas fűben fekve, vagy ával, vagy bármi módon ezt meg kell tudja tenni. És a következő már a csoportos lesz. Az íjászatról gyorsan annyit elhadarok, amíg elkészülnek a fiúk, hogy ugye őseinknek a legfontosabb fegyvere. Az íjat a hunok, szkíták fejlesztették tökére. Egy olyan fegyvert hoztak létre, amivel nagyon-nagyon hosszú időn keresztül uralták a világot, és ez nem csak a fegyvernek köszönhető, hanem a fegyvert használó harcosoknak is. Tehát nem csak az íjat fejlesztették tökére, hanem az íjász technikát is, a harcmodort is. Azt el kell mondanom, hogy természetesen a lovas íjász, könnyű lovas harcmodora az azért, ami az őseinké. Hát itt most nem tudtunk lovakat és nem lóval mutatjuk be, hanem gyorsan. Itt a formációkra érdemes figyelni, amik arra szolgálnak, hogy megmutatják itt az, ebben a pillanatban éppen azt szintén, hogy bármilyen testhelyzetből, bármilyen módon. Ugye az íjászatnál, ha valaki először íjat kap a kezéből, azt tanítják meg először, hogy stabil testhelyzet, válszélességű terpesz, egyenes állás. Hát itt ezek már nincsenek. Az íjat, a veszőt tudni kell előni akkor is, hogyha az ember estében van, éppen a lóról repülőre felé, akkor is még az utolsó veszőjét tudnia kell célba juttatni, mielőtt földet érne, vagy akár utána is. Ezt majd a későbbiekben fogják mutatni a fiúk, hogy gurulásból és egyebekből hogyan lehet leadni a lövést. Hajrá! Itt már olyan mozgó formációk vannak, amik arra szolgálnak, hogy a tárazás ne legyen időt
igénybe, mert hogy az érkező íjászok egyrészt mindig pihentek, tehát mindig cserélődik az első sor, és így pihenni tudnak az első. Ez szintén lovas íjász harcmodorba kell elképzelni, hogy folyamatos mozgásban vannak. Itt a későbbiekben fognak látni egy-két formációt, ami nem másra szolgál, hogy a lovasok felverik a port. Tehát egy harcmező, ahol feláll az ellenfél és várja a támadást, hatalmas segítséget tud nyújtani a támadásban, hogyha nem látják. Ugye mai modern technikában mindenféle füstrakétákat és egyebeket használnak, régen egész egyszerűen a könnyű lovasok elkezdtek örvényleni és olyan mozgásokat végeztek, természetesen jól választottak teret, és figyeltek a szél irányra, és így egész egyszerűen porral borították el az ellenfelet, aki nem tudta, hogy mi történik vele szembe, egész egyszerűen csak az nyílveszők gurultak rájuk, mint a jégeső, és nem sok mindent tudtak ellene tenni, hiszen nem volt idejük sem felkészülni, sem menekülni, sem semmi másra. Az íjról még, és az íj tökéletességéről annyit, hogy legújabb kutatások már ott tartanak, hogy ezeket a kuni íjakat, már nem szeretem a font megjelölést, ma az íjászatban sajnos mindent angol fogalmakkal jelölnek, a hatalmas Robin Hood és az angol teljesítmények iránt, amik gyakorlatilag nevetségesek a mi ősi történelemben feljegyzett teljesítményeinkhez képest, de muszáj fontban megadnom a mértékeket, mert ma mindenki azt érti, pedig kilogramban is kellene érteni. Hát amik ezek az íjak, amiket most látnak, ezek ilyen 40-45 font, vagyis 20-22-23 kg húzóerejű íjak. Az őseink ennél jóval nagyobbakat használtak, erősebbeket, egészen 80 kg húzóerejűig bizonyította már a történészet azt, hogy volt az 50 méter, tehát még a felét sem.